a háló és az ortó vagy segítség funkció mellett található a poláris követés, vagy angolul polar tracking. A poláris raster egy poláris koordináta szöge mentén adott növekményekre korlátozza a mutató mozgását. A poláris követés nem csak merőleges vonalak sorozatba rajzolását támogatja, mint az ortomód, hanem egymással 90, 60, 45, 30 és saját szögértékeket lehet neki beállítani. Ha a mutatót mozgatjuk, akkor a mutató a megadott polárszögek közelében illesztési útvonalakat és eszköztippeket fog megjeleníteni a számunkra. Az objektum megrajzolható az illesztési útvonal és az eszköztippek használatával. Használhatjuk ezt a funkciót a metsző és a látszólagos metszéspont tárgyasztalekkel annak érdekében, hogy meghatározzuk a poláról és illesztési útvonal és más objektumok metszéspontját. A funkciót legkönnyebben az állapotsoron látható poláris gombra klikkelve tudjuk aktiválni. Egyébként az F10 funkció billentyű segítségével lehetséges még elérni. Ha bekapcsoljuk a poláris követést és kiadunk egy rajzolás utasítást, a klasszikus vonalrajzelemmel fogjuk kipróbálni, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy ahogy leklikkelünk, megjelenik a rajztérben a zöld szaggatott illesztési útvonal, és mellette szürke dobozban az eszköztippek. Az illesztési útvonal arra való, hogy a szárkereszt úgymond pontot tudjon rajta fogni, és így a segítségével új rajzelemeket vagy meccispontokat szerkesszünk ki, hozzunk létre. Ha elmozdítjuk ebből a pozícióból, ugye a nulla szögértéknél voltunk most, és közelítünk a 90-hez, vagy előtte még ugye a 45 fokhoz, attól függ, hogy mi van beállítva, ugye azt a szögnövekmény követi a poláris mód, akkor fölkeresi nekünk az útvonal illesztés a 45 fokos szögértéket, és már is pontot tudunk rajta fogni. Ha tovább haladunk, megtalálja a rendszer a 90 fokot, majd ha tovább megyünk, megtalálja a 135 fokot, és így tovább tudjuk fölkeresni a poláris mód segítségével a különféle szögértékeket. Az ESC billentyűvel tudunk kilépni a funkcióból. Ha jobb egér gombbal ráklikkelünk a poláris gombra, akkor a megjelenő helyi menüben kiválaszthatjuk a leggyakoribb szög növekmény értékek közül azt, amely számunkra a leginkább megfelel. Tehát, hogyha a merőleges vonalakat akarunk elérni, akkor kapcsoljuk be a 90 fokot, ilyenkor ugye csak a 0, 90 és a 180 fokokat keresi fel a rendszer, valamint természetesen még a 270 fokot is megtalálja, hiszen meg kell találnia. További beállításokat úgy tudunk elérni, hogyha megint jobb egérgombot nyomunk a poláris nyomógombon, majd a megjelenő helyi menüben a beállítások menüpontra klikkelünk. Itt ugyancsak meg lehet adni, hogy milyen szögnövekményt szeretnénk, vagy, ami érdekesebb, saját szögértéket adhatunk meg, begépelhetjük, és szépen ezt a szögértéket is tudja a rendszer keresni. De mire is jó valójában? Egy egyszerű példával próbálom ezt bemutatni. Tegyük föl, hogy egy 100 egység hosszú négyzetet szeretnénk szerkeszteni, de úgy, hogy el legyen forgatva 45 fokkal. És még a forgatás funkciót nem ismerjük, viszont a poláris szögnövekmény kereséssel ezt a problémát át tudjuk hidalni. Hiszen, hogyha bekapcsoljuk a 45 fokot, és megkeressük a 45 fokot a modelltérbe, ugye az illesztési útvonal segít nekünk ebbe, megmutatjuk az AutoCAD-nek a vonalunknak az irányát, és a merőleges módhoz hasonlóan elegendő, ha a parancsolba csak a rajzelem hosszát adjuk meg, vagy ütünk egy Enter. Ebben a pillanatban kiszerkesztettünk egy egyenest, amely a vízszintessel 45 fokos szöget zár be. Ha most fölkeressük a 315 fokot, akkor ugyancsak meg kell mutatnunk az illesztési útvonalon az irányt, amit el szeretnénk érni, beírjuk előjel nélkül azt, hogy 100, és már is megvan a következő oldala a négyzetünknek, ennek megfelelően megyünk tovább, megadom megint csak, hogy 100, majd a végső oldal ugyancsak 100. És látható, hogy ki tudtunk szerkeszteni egy olyan négyzetet,
amelynek az oldalai 100 rajzi egység hosszúak, egymásra biztos, hogy merőlegesek, valamint a vízszinteshez képest ez a négyzet 45 fokkal el van forgatva úgy, hogy a forgatás utasítást nem is használtunk. Pontosan ebben rejlik a poláris követésnek az előnye. Fontos megjegyeznem, hogy ha bekapcsoljuk az ortomódot, akkor automatikusan kikapcsolódik a poláris funkció, hiszen a két segítség egymást úgymond üti, így ha bekapcsoljuk a polárist, akkor az ortó kapcsolódik ki, ha az ortót, akkor pedig a poláris. Mindenképpen célszerű megismerni ezt a rajzsegítséget, nagyon hasznos tud lenni, mindenféleképpen ajánlom, hogy beépítsük a rajzolási stílusunkba.